Üdvözlöm Önöket, ez itt a Turmix 30, ma 2023-as évből sem megézünk. Lássuk a mai palettát. Ma részt veszünk adomány és gyárátadón, több fejlesztésnek leszünk szemtanúi, katasztrófa helyzetre emlékezünk vissza, emellett lesznek életképek, bakiparádé és még sok-sok érdekesség. Tartsanak velünk! Gyöngyösen nyitotta meg harmadik üzemét a Trenkwalder, irány az átadó. Nagyon sok olyan embernek adnak, és remélhetőleg bővülve még több embernek adnak munkát, megváltozott munkaképességűeknek, hátrányos helyzetűeknek, akik valamilyen módon kiszorultak a munkaerőpiacról. Jó dolog, elindul egy együttműködés, az összes olyan információ, amin egy ilyen komoly cégnek rendelkezéssel, az nekünk is fontos. Tudjuk azokat a trendeket, folyamatokat, ami foglalkoztatja a fiatalokat, a munkavállalókat. Erre a városnak készülni kell a következő években, hiszen az látszik, hogy Magyarország öregszik, fogy, sok a kitelepülő, sok az elvándorló, szeretném megtartani mi is a munkaerőt. Most pedig jöjjenek a 2023-as életképek. We'll be right back.
Egy 34 éves férfi még 2021 végén a Pipishegyi repülőtéren driftelt az autójával. Az esetről felvétel is készült. A csúszkálás miatt a kifutópálya talaja megsérült, ezzel pedig veszélybe került a fel- és leszálló járművek közlekedése, a pilóták élete. Hallgassuk meg, milyen döntés született 2023-ban. Az EGRI járási ügyészség a légi közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatti bűnügyben egy év időtartamra feltételesen felfüggesztette az eljárást. Amennyiben a feltételes ügyészi felfüggesztés tartama eredményesen eltelik, úgy a gyanúsítottal szemben az ügyészség az eljárást megszünteti. Felszentelték, majd ünnepélyes keretek között átadtak egy emeri készüléket a Gyöngyösi Bugát Pál kórházban. Nézzük meg mi is. Kizuhant egy nő a tetőtéri ablakból a Kossuth úton ebben az évben. A helyszínre mentők és mentőhelikopter is érkezett. Megpróbálták újraéleszteni, de sikertelenül, az asszony életét vesztette. Mintegy 7000 darab laptopot adományozott civil szervezeteknek az egyik IT vállalat 2023-ban. Annak érdekében, hogy a háború elől elmenekült gyerekek tanulni, a felnőttek pedig munkát vállalni tudjanak. A Kárpátok Alapítvány és a Kisbocs Babamama Közhasznú Egyesület összefogásának köszönhetően Gyöngyösre is érkezett közel 20 darab laptop. Ezekre a laptopokra nagy szükség van ahhoz, hogy a gyerekek legalább az oktatás által úgy érezhessék, hogy valamelyes normális élethelyzetben vannak, körülmények között élnek.
Tetejére borult egy autó, miután összeütközött egy másikkal a Kőrösi Csoma Sándor és Göncárpád utcák kereszteződésében 2023 márciusában. A helyszínre tűzoltók is érkeztek, akik talpra állították a felborult kocsit, majd áramtalanították azt. A balesetben nem sérült meg senki. Negyvenöt éves lett 2023-ban a Mátra Művelődési Központ, ezért havonta kiállítás keretében mutatták be csoportjaikat. Elsőként Gyöngyösváros barátainak köre és a Kantare Városi Vegyeskar tárlata volt látható. A gyöngyösi kötődési művészek falán pedig Debreceni Ferenc, az Omega zenekar dobosa, Miller Lajos operaénekes, Kálomista Gábor filmproducer, Csonka Zsuzsanna operaénekes és Domoszlai Sándor magánénekes kapott helyet. Ezzel az állandó kiállítással szeretnének tisztelegni a gyöngyösre leszármazott művészek előtt. Nem véletlenül futottak be országos karriert, amellett én azt gondolom, hogy visszatérve Gyöngyösre a gyöngyösi közösséget is építik. A helyszínen kellett újraéleszteni egy 3 éves kisfiú Gyöngyös-Orosziban, aki beleesett a Toka patakba. A sok eső miatt a víz megduzzadt, a gyermek több száz méteren keresztül sodródott a hideg vízben. Egy helyi lakos talált a fiúra, aki megkezdte a mentést, majd a mentők helikopterrel Miskolcra szállították. Ez év májusában elkészült a közvilágítás a Farkasmályi bekötő útnál. A napelemről működő LED-fényforrással ellátott 5 lámpaoszlopnak köszönhetően már éjszaka is biztonságosan lehet megközelíteni a pincesort. Az önkormányzat 2,5 millió forintot biztosított a beruházásra. Az akkori hetekben a Farkasmályi híd szegélyépítése is megtörtént, és a híd burkolatát is helyreállították a Városgondozási ZRT szakemberei. Új raktárcsarnokkal bővült a Diesel Dr. Kft. Gyöngyösi telephelye.
A 30 éves autóbusz alkatrészeket forgalmazó cég hosszú távú célokkal dolgozik, szeretné továbbképezni a munkavállalókat, területet bővíteni és szélesíteni a termékpalettát. Ezzel a mostani beruházással megdupláztuk az eddigi raktár területünket, mintegy 400 négyzetmétert sikerült hozzáépíteni, és annak minden kiszolgáló elemével, tehát a polcrendszerrel, elektromos targoncával, napelemmel, az energiaellátáshoz, tehát ezzel bővítettük. A saját ürülékükben tengődve találtak kutyákat egy Csobánka utcai házban. 2023. májusában számolták fel azt a szaporító telepet Gyöngyösen az ebrendészek a hatóságokkal közösen, ami egy ismert énekesnőhöz volt köthető, valamint menedzseréhez. Több állatvédő szervezettel közösen 35 kutyát mentettek ki, akiknek szükségük volt állatorvosi ellátásra. Nyilván állatkínzásra megindul a feljelentés, és hát próbáljuk őket fizikálisan és lelkileg is helyre tenni. Ja, én nagyon sok ilyen helyen jártam már, de ez valami katasztrófa, ami itt van. Több helyen okozott gondot a nagy mennyiségű eső ebben az évben. Gyöngyöspatán a patak kilépett a medréből, 15 házat vett körbe a víz és elárasztotta az utcát. Egy embert a tűzoltóknak kellett kimenekíteniük, és kiszivattyúzták a vizet az elárasztott pincéből. Gyöngyöstarjánban is kijöntött a patak, több utca víz alá került, és két ember életét követelte a villámárvíz. Többeknek kellett otthonukból kimenekülni. Van, akinek egész élete munkája lett oda pillanatok alatt.
Pumpapályát adtak át a Béketéren ebben az évben. A fejlesztés során a pálya környezete is megszépült, kihelyeztek 5 padot, 3 kézi szemetest és 10 facsemetét is elültettek, valamint megnyitották a Szabadságút végén lévő ivókutat. Ebben az évben lett Kabala figurája a gyöngyösi kézilabda klub játékosainak. A Hedó B. Brown a lakosoktól kért segítséget a névválasztásban. A Kabala neve Wolfi lett, így ezen túl a játékosok mellett vele is találkozhattak a meccseken. Ekkor nyitotta meg kapuit Gyöngyös új sport és szabadidőközpontja az Aktív Ház. Az épületben helyet kapott több edzőterem, öltözők, irodák, egy büfé, egy konferenciaterem, a sportegészségügyi és sportrekreációs központ és a sporttörténeti kiállítás is. Fontos, hogy a lakosság, kicsik, nagyok, óvodásoktól a idősekig, a sérült emberekig, a mozgássérült emberektől, az egészséges sportolásra vagy emberekig, mindenki találjon otthont. Reméljük, hogy ez így lesz, és sokaknak picit boldogságot okozunk, még kicsi testi egészséget vissza tudunk csempészni az életükbe. Átadták a forgalomnak a felújított Nagy Patakhidat. 2022. májusában kezdődtek a munkálatok, ám hamar kiderült, hogy a tartószerkezetben olyan hibák vannak, amelyek átírták a felújítás folyamatát. Ekkor a munka megállt, új tervezés, új engedélyeztetési eljárás következett, a kordonokat október közepén bontották. Zárásként nézzük meg a baki összeállításunkat. Üdvözlöm a szilveszteri külkiadás nézőit! Hát én már nem először láttam, de hát ez fantasztikus. Hát nyilván gondolhatják a kedves nézők, hogy itt vannak velünk szembe az elkövetők, még elrontottam. Nem baj, mehet tovább. Teljesen előről. Szép estét kívánunk mindenkinek!
megint eltelt egy hét, és mi megint itt ülünk ezen a gyönyörű szombat estén. Azt hittem, hogy ezen a gyönyörű... Beszélgetünk az allergia szezonról, tovább bemutatjuk, hogyan telt a sparaport nap. A sparaport. Már ugyanolyan a hajam. Várjál már! Most fodrászkodik, érted? Most! Csináltam ilyen kalánka néni. Fel van csinyálva a haja. Hajába főtt krumpli, kis lilahagyma, most ezt csinálod már, hogy egy szilveszteri műsor? Na gyerünk! Most csigát sütöttem tegnap, és azt tettem. De ez ilyen előrefagyasztó? Nem, ez rendesen én. Bekeresztetted a tésztát? Kenyérsütőgépbe pakolom be, tehát azt keveri össze, de... De az jó. De utána én is fodorgatom, meg söndörgetem. Hoppáré. Megelőzzük a baleseteket. Van még valami, amit pontosnak tartasz? Három kanál cukor kell a fahéjas tekercsbe. Megjött! Run. Micsoda, Oscar-díját adóra megveszem. Látjátok, milyen jók vagyunk? Jó van. Ez ugye nem lesz benne? Csinálja először, hallod? Nyomja szét is, feszíti szét. Igen. A kellemes péntek estét kívánok, március 3-a van, önök az aktuális látják. Beszédében felidézte, hogy Magyarország történelme bővélkedett. Mit mondtam? Motiválni a pályakezdőket és a leendő munkavállalókat. Mégis több kedvezménnyel és juttatással próbálja ösztönözni az óvónéniket, óvóbácsikat, hogy a gyöngyösi intézményekben vállaljanak munkát. A térség legfontosabb híreivel március 16-án szerdán. A nemzeti egyetértés... Ja... 300 megawattos geotermikus, bocsánat. Ezt megint el... Kettő helyszínen épül gyeprácsos parkoló idén a 80-as körzetben. Jaj, 80-as, 8-as. Jó napot kívánok, meg. Jó napot, jó estét az. Már áthelyezték a hattyútéri rendelőknél a forgalomcsillapító eszközöket, megvalósult a kóca. Dick, milyen állat ez? Szép estét kívánok, szeptember 14-e van. Ugyancsak az év végén választják meg az év sportszpak. Szép estét kívánok, december 6-a van, Szent Miklós napja. És nem kaptam csizmát. Köszönöm a híreket. Köszönöm szépen magamnak. Jó. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Gyöngyös Ma című kulturális... Kulturális. Közéleti. Mondjam? Tervezett bérdifferenciálás. Okay. Húsvét utáni hétfő, kedd. Előről. Lidergős időt jósolnak a meteorológusok, bár párszor már megmutatta a téli az arcot, de az időrejárás a Mátrában... Ja. Nem értettem, jó! Jó néhány erényüket megcsillogtatták. Dick, milyen állat ez? Menj már, ez egy visszamaradt tiroszaurusz, vagy valami. Micsoda? Nem soká éjfél van, úgyhogy nézzük meg még egyszer a Baki parádét. Köszönöm, hogy velem tartottak, ennyi fért mai adásunkba. Legközelebb és utoljára találkozunk jövő héten, amikor is elérünk 30. adásunkhoz, a 2024-es évhez. Addig is tudják, YouTube csatornánkon elérhetőek korábbi adásaink. Szép hétvégét, viszontlátásra!